Jaj, várjál már, megjelent a Tóth Gabi új száma. Küldöm mindenkinek, aki szereti. Ti is hallottátok már? Olyan megható lett, hogy egész nap sírtam, miután meghallgattam. Az a címe, hogy Átkozott nyár. Nem szeretnék bele bejátszani részleteket sem, mert rögtön letiltaná a kis kamumatyó. Majd te meghallgatod, ha akarod. De azért annyit előjáróba elmondanék róla, hogy az a művli önsajnálat, amit előad benne Gabi. Na attól még Jézus is rögtön lepattan a keresztről. Ez az arc kifejezés kíséri végig az egész dalocskát. Megénekelte nekünk a világ fájdalmát, az áldozat, az egyszerű lány, és olyan hiteles, mint Orbán Viktor vagyonnyilatkozata. Nem nagyon akarom én elemezgetni ezt a számot, de azért pár sort kiemelnék neked. Milyen terhet szántál még nekem? Kéri számon Istentől a tapócai áldozati bárány. Inkább mi kérdeznénk tőled, Gabi? Nekünk milyen terhet szánsz, hogy mindig az álvergődésedet kell néznünk. Majd a trackben folytatódik tovább a panaszáradat. Társam nem volt más, csak a magány. Hogy micsoda? Magány? Így hívják a táncos fiút, aki megfricskázott. Olyan nagyon magányos nem lehettél. Végig fricskáztátok a nyarat a szeretőddel. Persze mindezt úgy, hogy közben megvolt az urad, aki erről semmit sem tudott. Na de az ősneresztény szentanyák már csak ilyenek. Úgyhogy ennyit a magányról. De a lényeg, hogy mi csak sajnáljuk tovább a Gabit. Ez a feladatunk. Komolyan mondom, ha nem tudnám, hogy fideszes a Gabi, azt hinném, hogy ő a rendszer áldozata. Ő már csak ilyen narcisztikus. Nem baj, ha én csináltam a szart, akkor is csak engem sajnáljatok. Követelem! Jézus szenvedése semmi nem volt az enyéméhez képest. Vigyetek ki oda, ahol háború dúl, majd én megmutatom nekik, mi az az igazi szenvedés. Én szenvedek! Az áldozati szerepben tetszelgő tapócai rém még mindig nem érti, hogy miért kritizálják őt sokan, és tovább lubickol a mártír szerepében. Jó, megértjük, valamivel neki is ki kell tűnnie, ha már számaival nem tud. A NER hipokratája persze a komment szekciót megint letiltotta. Megértjük, hogy letiltottad, Gabi. Már nem tudnál elviselni még több fájdalmat. Meg hát ugye a véleménynyilvánítás korlátozása NER kompatibilis. Ennyit a szólásszabadságról. Ez is a gazdítót tanult mindent. Ja, még csak annyit, hogy az új száma eléggé ismerősen csenghet sokaknak. Por Péter, csak azért szeretem a mesét, egy kis francia sanzonnal fűszerezve, amolyan nyomorultak rajzfilmbetét dallal megspékelve. Megértjük, hogy innen ismeríted, Gabi. Végül is, valamilyen értelembe véve, ő is egy nyomorult. Nagyon szeretem a Viktorom, a közpénzt mindig tőle kapom. Na várjál, a más téma. Ha valamikor, akkor most kéne hazajönnie minden kivándorolt magyarnak. Most még nem késő, hogy bebizonyítsad, hogy nem vagy hazaáruló. Nem hallottad? Csökkenti a kormány a túrórudi áfáját. Azt gondolom, nagy segítség ez a magyar családoknak. A lipsik meg itten bőgicsélnek, még hogy magas az áfa itthon. Megélhetési válság ezzel megoldva. Ezzel is megüzente nekünk a kormányunk, hogy most már végre mindenki bekaphatja a rudit. Ilyen, hurrá! Sziasztok! Itt a Nerencvárosi foci csapat új kabala alata jelentkezik. A patkány, a napraforgó patkány. Mert hogy ezt mondta rólam a Curtis, miután felszívta magát. Még kikaptak a lilák. Innen üzenem Curtisnek, a következő Starbucksra ki vagyol hívva. Gyere, üssél meg more, az agyamat üssed, az nem tud sérülni. Na de mindegy, mondom a lényeget. Találkozzunk a Somogyi András önálló estjén. Mészáros Lőrinc úr elmondja, hogy hol lép föl. Jó, hát akkor elmondom én, hogy hol lép föl. Tatabánya, Eger, Komló, Siófok, Csegléd, Debrecen, Budapest, Tapóca. Hogy fog örülni a Tóth Gabi? Jegyek és további helyszínek a tixa.hu per Somogyi András oldalon. És iratkozzatok fel a YouTube csatornájára is. Andika, most már kapcsoljad kifel a kamerát, barom.